A Bartók Kamaraszínház egy újabb különleges, szakmai szempontból pedig fontos meghívásnak tehetett eleget. Egyedüli vidéki színházként ugyanis részt vettek a 11. pozsonyi pikniken. Ezen a rendezvényen lehetőség volt a bemutatkozásra, a műsoron szereplő darabok ismertetésére, sőt, a piknik záró előadása, a Bartókos tánccsapat fellépése volt. Az idei évben az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Fidelio portál, internetes portál az egyik ilyen háttérszolgáltatója vagy háttérszervezője ennek a programnak, és kulturális területen szervez sok programot a pozsonyi piknikre, hogy meghívtak bennünket, hogy mi legyünk ennek a rendezvénynek, a Bartók Táncszínház legyen tulajdonképpen a záró akkordja, a záró műsora. A Bartók Táncszínház társulata idén ünnepelheti fennállásának 20. évfordulóját. Vári Bertalan csapata ezen a pozsonyi pikniken is fellépett egy összeállítással a Rakpart nagy színpadon. Itt úgy kell elképzelni, hogy itt különböző sátrak vannak, és akkor mennek az emberek egyik sátorból a másikba, és akkor ott megismerkednek az előadásokkal, kicsit meg lehet nézni díszletterveket, jelmezterveket, adott esetben lehet találkozni színészekkel, akik ott vannak. Tulajdonképpen mi egy kicsit kakukktojás is voltunk ebben a történetben, mert ugye az egyetlen vidéki színház voltunk, aki ott képviseltethette magát. Szeptember 2. és 8. között rendezték meg a Fővárosi Itália Színházban a Vidéki Színházak Fesztiválját. Erre a seregszemlére is beválogatták a Bartók Színház egyik darabját, a Váci Dunakanyar Színházzal közös produkciót, a Ványa bácsit. A közönség szeptember 8-án láthatta a darabot. Igazán a figyelem erre az előadásra már régóta összpontosul, nem csak a POSZT, a Pécsi Országos Színházi Találkozón való részvétel, ami egy nagyon kiemelt és nagyon fontos a magyar színházi szakma életében ez a rendezvény. És sokan, akik a szakmában léteznek, dolgoznak, működnek, szerepet vállalnak, ott szembesültek igazán ezzel az előadással, mert nem jöttek el Dunaújvárosba, vagy nem mentek el Vácra, akikkel közös ez a produkció. És Pécset nagyon nagy volt az érdeklődés, ez fölkeltette az előadás iránt a figyelmet. Tulajdonképpen ennek köszönhető a meghívás is a Vidéki Színházak Fesztiváljára. Nem sokat pihelhetett a produkció stábja, ugyanis éppen a mai napon mutatják be Fehér Oroszországban a Breszti Belaja Veza Fesztiválon. Budapesten pedig nagyon sok szakmabeli kolléga látta ezt az előadást, és nagyon elismerően nyilatkoztak róla. Úgyhogy a Ványa bácsi az ilyen fesztivál előadás, annak is készült igazából egy magas művészi színvonalon működő, létező és komoly művészi igényeket szolgáló és kiszolgáló előadás. Ami azt gondolom, hogy bárhol, ahol bemutatkozik, az magára vonja a figyelmet. A Bartók Színház szeptember 12-én csütörtökön egy kiállítás megnyitóra várja az érdeklődőket. Szabadi Katalin festőművész képeiből rendeznek tárlatot az intézmény aulájában.